ahogy a Margit körút forgalmában leágazunk a Frankelleó és a Török utca felé, akkor nem sokára balra nyílik egy kis macskaköves utca. Ez Buda egyik, ha nem is legszebb, de legkülönlegesebb utcája, és ami biztos, hogy az egyik legmeredekebb. Ez a Gülbaba utca. A Gülbaba utca annyira eredeti, hogy autók sem járnak bele, a végén lépcsővel Zsák utca, és nem is férnének itt el. A Gülbaba utca ma műemlékileg védett lakó utca, 1915-ig a korábbi helyi szőlőbirtokos Niedermayer Ferenc után Niedermayer utcának nevezték. 150 éve tehát itt még javában szőlőtáblák álltak, az első névadó még az 1700-es évek elején parcellázta fel a környéket. És a szőlővidék egészen a budai szőlőket is kipusztító filoxéra járványig tartott, az utca kiépítése pedig lassan és a 19. század elején kezdődött, aztán végleg benépesedett apró földszintes házakkal. Rögtön egy kacifántos történet 1986-ból ezzel a jobboldali sarokházzal kapcsolatban. Az olvadás éveiben vagyunk, amikor az állami Orfinak egy friss leányvállalata a kor vállalati oligarchájával, a Globex-el összefogva itt négy apró telek összevonásából építkezést tervezett. Az építkezés meg is történt, 92-re kész lett az épület, a maga sajátos, amerikaias, konzervatív, posztmodern konzervatív neobarok stílusában, de a itt lévő korábbi étterem megszüntetésével és az udvaron lévő több mint 100 éves gesztenyefa kivágásával. Az irodaház később Buda Center lett, majd a CEU egyik első budapesti épülete. 2019-től a Koreai Kulturális Központ működik itt. Előtte egyébként a Gülbaba utca 3 lebontott házában Haumann Ferenc üveges és Ziegler Ferenc vendéglős üzemelt. Ha följebb megyünk, akkor az utca középen egy kicsit megtörik, és ott egy apró szűk bejárat indul el egy nagy kőfal mellett, téglafal mellett föl balra. Régen itt csak egy gyalogösvény jelezte, hogy erre kell menni, tulajdonképpen a fal terelt minket, és aztán szép lassan megérkezünk egy különleges helyre. Az utcában valaha még barlanglakások is voltak, és hogyha átérünk ennek a platónak a túloldalára, akkor itt már a modernitás is beköszön, egy nagy társasházzal, modern lakóházzal a hátunk mögött, és teraszosan elrendezett virágos kertekkel, természetesen rózsakerttel is. Hát ez most februárban, illetve januárban nem tudjuk teljes pompájában mutatni. Ez a Gülbaba türbe. Az utca is róla kapta a nevét, méghozzá az első világháború kitörése után, amikor még Törökország és a monarchia hadiszövetségesek voltak, és akkor temették itt újra a névadó dervist is. Az épület több mint 500 éves, és az egyszerűségébe bele van foglalva szinte az egész világmindenség. Nyolcszög alakú, egyszerre szögletes és kerek, kupolával fedett, bejáratával természetesen kelet felé fordul. A sírkápolna az iszlám kegyhelye is, méghozzá a mohamedán világ legészakibb szenthelye. Buda 1686-os visszafoglalása után a mai Rózsadomb területét a jezsuiták kapták meg, a türbét kápolnával alakították át, a kopasz szőlődombon egyedülálló épületként. De az oszmán és a Habsburg birodalom közötti 1696-os béke külön kikötötte Gülbaba emlékhelyének megtartását. 200 éve boszniai zarándokok látogatták rendszeresen, később pedig, amikor Wagner János építész vásárolta meg a környéket, a budai tanács külön kikötötte, hogy biztosítania kell a mecsetbe járós kelő közönségnek a saját telkén való átjárást. A tulajdonos építész 1880-ban úgy foglalta bele a frissen tervezett villájába az addig szabadon álló sírépületet, hogy ez pont az udvarára középre kerüljön. Az első világháború idején felújították, aztán a második világháború után is többször fel kellett újítani, hiszen az ostromban megsérült. Utoljára a kiterjedt felújítás
2019-ben Erdogan török elnök itteni látogatása után történt meg. A Wagner villa korábbi alapjait a új épület is követi. Egyrészt ugyanazt a teret határolják körbe ezek a nyers téglafalak, és a panorámát is meghagyták, és az épületnek a pincerendszerébe, az újjáépített pincerendszerébe került a kiállítás a Gülbabáról és a török korról szóló kiállítás. Gülbaba egyrésztről legenda, a rózsák atya, a bölcs öreg dervis, aki a rózsák ápolásával mulatta idejét. Más vélekedések szerint a janicsárokkal szimbiózisban működő harcos bektasi rend dervise volt, harcoló dervis, aki aligha gondozhatott rózsákat Budán, mivel 1541-ben a vár elfoglalása után nem sokkal halt meg. Gülbaba nem csak a utca névadója, de az egész rózsadombé is, és az utca most már csak nyomokban őriz, de azért még őriz törökös, balkáni jellegű építészeti jellegzetességeket is, ebből a néhány még meglévő zárt erkélyével. Egyébként az utca kétszer lassan megtörik, az egyik oldalán több ház fér el, mint a másikon, és lakik építész is az utcában, nevezetesen Balázs Mihály. A macskaköves jellegzetesség természetesen sokakat megihletett, és lakóhelyként is vonzó lett. Az utca felső szakaszán Ránki György zeneszerző lakott, 36-os számba, ezt emléktábla is bizonyítja, aztán Gorka Géza lánya, a szintén kerámikus Gorka Lívia is innen indította a Gülbaba utcából önálló karrierjét. És a felső szakaszon állt az a sarokerkélyes épület is, ami a híres iskolaépítő Bárci István főpolgármesteré volt. A kertjében egy velencei kút másolata állt. A története is különleges, még 1894-ben Puszki Károly és Zala György vásárolt a Velencében, de a Szépművészeti Múzeum szakértője nem vette katalógusba, mert hamisítványnak tartotta. Aztán a millennium idején megszaporodtak a másolatai is. Jutott belőle a Vajdahunyadvárába, az Ikervári Battyányi kastélyba, az Epres kertbe, onnan a Stroblala és hagyaték részeként Alpár Ignác rózsadombi Bolyai utcai kertjébe, és talán innen a Gülbaba utcába. De ez már csak egy történet, sem a kút, sem a ház nincs meg. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.